Na, sziasztok! Üdvözlök innen mindenki! Meg a kiinduló pontja. Tehát a Török Bálint egyek. És itt. Innen indul a főkült. És a telve az, hogy Székesfehérvárig majd. Ja, egyébként itt van rögtön egy kék kút. Föl lehet tölteni a vízkészletet. Na itt vagyok, sziasztok! Sziasztok. Fehérvárig meg se állunk. Én is vagyok, bár megritkult a csatornámon a videó feltöltés, de azért még működök valamennyire. Szóval iratkozzatok fel rám, ha még nem tettétek meg. Gondolom sok nézem, aki téged néz, Dani, az engem is néz, mert neked sokkal több feliratkozódva. Vagy most már majd fognak, hogyha látják ezt a videót. Olyan sűrű videó feltöltésre már ne számítsatok, mint régen, hogy minden nap töltöttem fel videót, de azért videók még vannak. Ha nem is olyan sűrűn. Már itt vagyunk Török Bálint határán, és előbb-utóbb rá fogunk kanyarodni arra a részre, ami a vasútnak a régi nyomvonala volt. Kíváncsi vagyok, hogy mi az a két éve erre jártam, mert megvannak-e az oszlopcsonkok. Már valószínűleg nem, mert a bicikli utak útban volt. De közben itt fotó megállás van, ha jól látom, de mindjárt indulhatunk tovább. És ha már fotó megállás, akkor én is kihasználtam a videó megállásra. Hello! Csá! M7-es autópálya, Török Bálint határa. És itt megy a bicikli út, egy kurva nagy emelkedő. Kellett itt feljönni. Ott meg elhagyta a biciklit, meg is irányom. Az a jó ebben, hogy nekem nem csak kocsit az emelkedő, mert jó, hát elektromossal könnyű. De itt meg én voltam, meg újuló energiaforrás. Ide feljöttem rajta. Hát nem lehet, hogy innen ezért még egy alapig nem lesz ilyen durva emelkedő. Biator Bike City. Ott van egy volánbusz, Szetra. Nem lesz sehova. És itt pedig, hát nem a megállóba áll, és itt van a Biatorbágyi híd. Ugye ez még mindig az egyesnek a régi nyomvonala, és ott kicsivel arrébb még van egy felsővezetéktartó oszlop, ami megmaradt. Hogyha azt nem bontották el most a bicikliút építés, akkor az megvan még. És valószínűleg elmegyünk majd a régi vasútállomás mellett is. De azt már két évvel ezelőtti videóban láttátok. Itt ment a vonat régen, igaz? Meg itt is. Ez is az volt. Hát két vágányú volt már akkor is. Igen, hát akkor is két vágányú volt. Fentről.hu-n jól látszik, ott még van kép arról, mikor még a régi nyomvonalon ment. Oda is át lehet menni? Ja, le van zárva. Hát az le van zárva. Veszélyes is lenne ott már átmenni. Összes volt, aki már átment oda. Hát amúgy át lehet csak a másik oldalról, csak be kell mászni egy nagy dzsumbújba, tehát én azt most nem vállalom be, ugyanolyan, mint ez. Én kötelem, hogy nem lehet ugrani. Hát... Bármi jumping. Hát csak ezért, csak elég rövid legyen. Igen, nehogy lefejelj a beton. Némi eltévedés után már megyünk visszafele a helyes útra. Itt jöttünk rossz irányba, és valami 2 kilométert. Jöttünk az ellenkező irányba, és ráadásul lejtőn. És itt van. És itt innen lehet tovább menni, mert valahol itt folytatódik a buba. Csak ott vagy nem figyeltük a kitáblázást itt Biatorbágyon, vagy nem volt. És rossz irányba kanyarodtunk el. De itt a tó mellett megy. Ezt most beírtam ide a Google-ba, úgyhogy most már csak a Google-ra hallgatok, senki másra. De amúgy itt errefele kell még 500 méter tovább menni, és aztán utána jobbra fordulni. Hát itt valahol Biatorbágyon vagyunk, egy mellékutcába. És az nem olyan egyszerű lakasztani, mert... Itt vagyunk ennél a Biatorbágyi tónál. Akkor Adinál az egész. Valahol itt kellettek fele tovább menni, csak még mindig nem tudjuk, hogy hol. De eddig jók vagyunk. De ott valahol, hogy arrafele kell mennünk úgy légvonalba, mert ott a villanyvezetékek mennek. Hát ott tovább mentek egyenesen, hát, és másfele meg nem tudunk már menni. És van valami madártani határozó is. Ez nem az a kis Balaton, ami ott arra nagy Kanizsa fele van. Szürke gém, vörös gém, game over, minden. Piros, és van itt egy elég durva emelkedő, ami így... Ha én itt laknék, én ezzel szórakozzék, hogy feljövök rásegítéssel, nektek is mondom, Dani nézőinek is. Aztán megurulok nagy a lendülettel. Hát itt könnyen kis elektromos motorral. Hát persze, hát ezért villanymotorral könnyű. Energiával könnyű. Hát itt van egy több kilométer hosszú, nagyon durva emelkedő. Itt bioüzemanyag van. Hát itt áll, és hát... Itt meg kényelem van ebben a biciklibe, itt ebben. Itt a kényelem, itt.
21. Nem volt elég üzemanyag, hogy feljöjjek, itt egy kilométeren keresztül legalább toltam fölfele. És ez még nem is a legdurvább emelkedő, mert azt mondják, hogy egyek után ott válfelé is van egy nagyon durva. Hát szép a vidék, szép. És egyébként tényleg azért valami nagyon azért, valami 600-ban, 800 méter egy szintkülönbség van Velencéig. Napra forgó, az nem olyan szép, az elég szomorúan néz ki. De azt a kelljen fölfele ezen a bicikli úton minden nap, aki megtervezte, hogy itt legyen. Hát az nem is fel semmit. Ez az emelkedő, vagy az előbb mutattam, hogy gyenge bevezető volt ahhoz képest, amit itt jöttünk. Hát már majdnem a Mount Everestet megmásztuk, könnyű emelkedővel. Ja, itt van. Ja. És még szőlő is van. De hát ugye savanyú a szőlő, azt mondtad. Hát nem ért ez még meg. Nekem szokás szerint nem csak ott persze, hát a villanymotor az felmegy mindenen. Kétszer is megjártam. Ja, hát ha nekem is lenne villanymotorom, akkor én is megjártam volna. De innen már úgy látom lejteni fog, hát már tényleg annyit jöttünk fölfele, már lefele is kéne menni. Az is ugyanolyan szőlő? Szerintem ez egyforma szőlő, ami itt van. Arra milyen szép a táj ott. Az biztos. Ott a tó, ahol jöttünk? Vagy nem azt látom? Az nem az. De hát... Vagy nem túl? Hát igen, ez az, hogy végül is nagyon szép tájok, amely ez a bicikli út, tehát ők azért hozták erre, viszont... Mi lehet vajon ott az a gyártélmény? Nem is arra való, hogy minden nap erre mászkáljon valaki, mert tényleg hatalmas emelkedők kivéve vannak. Kivéve elektromos biciklik. Meg hatalmas kerülők vannak, tehát ez tényleg ez az egyszer elmegyek erre és megnézem, hogy hú de szép a táj, de hogy minden, vagy mindig rendszeresen erre megyek le a Velencei tóra, az... Hát az... Az így nem. Tehát ahhoz egy másik út is kéne a hetes úttal párhuzamosan. Mert van az egy egyrészt a vitebb, másrészt meg sík. Hát a bicikli belsőzőre ez egy nagyon jó edzés. Hát ez biztos, hát itt... Hát én úgy érzem. Elveszett tőlem, van ott egy csomó. Úgy érzem, mintha a Mount Everestet másztam volna meg ennyi emelkedővel. Elektromos bicikliseknek kifejezetten ajánlott. Hát, de főleg nekik, vagy leginkább csak nekik szerintem. Hát meg akik nagyon versenyszerűen sportolnak biciklivel, és meg se kottyan nekik. Nem olyan sok kellene. Nem az ilyen magamféle eltonyult informatikusoknak való. Na most viszont egy jó szakasz volt, itt vagyunk az Egyhegygyúró. Pihenő helyen. Ott is van. Hát itt azért volt egy nagyon jó lejtős szakasz. Ilyen több kilométeren át. Itt lassan elhagyjuk a szőlőültetvényeket. És akkor itt tovább gyúró fele. Már régen beszéltem. És akkor itt van egy kis térkép, és itt van a lejtviszonyokat is, mit mutatja, hogy... Hát lesz még egy kisebb emelkedő, de az már nem akkora, mint amin jöttünk. Egyhegygyúró. Ja, és még ott lesz Pázmánd, és még csak utána megyünk Velencére. Hát igen, itt van a Budapest-Balaton bicikli út, itt mutatja. Igen, Jézus. Arra való, előbb-utóbb. Ha most ez a kamera tudná rögzíteni ezt a jó kis finom kecske szagot. Kecske szag. A jövő kamerája majd az. Kecskefejt, az biztos. És itt volt megint egy durva emelkedő, viszont... Nézzük a videót, nem csak hangszóról lesz, hanem szakszóról is majd. És akkor... És immár Velence, de itt volt egy nagyon hosszú lejtő, az a durva emelkedők után jól esett. 65 kilométernél vagyunk, és ez itt Velence. Itt van egy spár, itt valahol itt vagyunk a városnak a határán. És azt hiszem, igen, arrafele kell tovább menni, ott az a biciklis jön. Nekünk is arra kell menni. 6%-os emelkedő, ez nagyon hiányzott így a végére. 80,2 km, de már mi nem vagyunk Fehérváron, de már majdnem. Célegyenes. Aztán az egy dolog, hogy még a vasútig mennyit kell menni, mert kell. Azt nézzétek, onnan jöttünk vissza. Kurva jönt, hogy hát nem volt videó már közéltem Velence óta, de hát nem igazán volt mit, meg hát tényleg itt már utolsó kilométerek, de már alig bírok menni. De haladunk. Valahogy el kell vergődni a vasútig, aztán utána már nem kell biciklizni egy darabig. Székesfehérvár, és akkor itt látszik azért, hogy 6 óra 57 perc 48 másodperc, szerintem az a tiszta idő lesz, mert ennél többet mentünk. És csak hogy mutassam, Székesfehérvár, és 86,4 km. 86,4, olyan izomlázom lesz holnap, mint az ítélet. Viszont a vitorlással haza tudok menni, úgyhogy Pesten már nem kell sokat biciklizni, Kőbánya felsőn leszállok, még elbemegyek a estibe is. Megcsináltuk. És nyugati, mi a nyugati tól csináltuk? Nyugati tól, hát én csak Elemföldtől. Én lustá voltam és... 86,4. 80? 6,4, Kelenföldtől. Hát szerintem nektek akkor, több? Nekünk 90, akkor az van simán 4 km. Hát nekem még egy olyan másfelet kell rászámulni, ameddig elgurultam Zuglóig, de hát az... Kilométer. Hát nektek van 90, nekem nem lesz annyi.
Ott jön egy busz, mindjárt lemegy a nap. És van még vagy 45 percünk a vonatig, legalábbis nekem, mert én biztos, hogy a vitorlással megyek, hogyha már így közvetlenül Külfelsőre megy. Úgyhogy ennyi. Ez egy kis ilyen rögtönzött, ilyen biciklizős vlog volt. De sikerült a bubának a felét kipróbálni. És... azt azért el kell, hogy mondjam, hogy... hát, hogy jó ez a buba olyan szempontból, hogy szép tájakon megy, van mit nézni, meg tényleg kalandos is. De arra, hogy a Balatonra valaki biciklivel menjen, akár családostól, arra viszont nem alkalmas, mert nagyon sok emelkedő van benne, meg nehéz. Tehát meg elég nagy kerülőt is tesz ahhoz képest. Tehát egy egész napos program Budapestről lemenni a Balatonra, ami Fehérvárra eljutt is egy egész napos volt. Tehát ilyen 8 óra legalább volt. És abból 6 óra 5 volt, ami csak biciklizéssel volt töltve. Tehát ez legalább egy nap ide a Balatonra leérsz. Mert ugye nagy kerülőt megy ott azon az egyeki környéken. Tehát lehet egy olyan 30 kilométerre rövidebb kb, hogy egyenesen a letes út mellett jönne, de hát... de egyébként meg egyszer ki lehet próbálni. Vagy akár biztos is, de hogy ez... ha valakinek az a cél, hogy a Balatonra gyorsan leírjen, akkor ne itt menjen. Úgyhogy ez ennyi lett volna, akkor innen Fehérvárnak a látképével búcsúzok. Sziasztok!